Köszöntöm a Líceum Televízió nézőit! Önök a Hírlánc műsorát látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Közönségdíjas lett az Eszterházy Károly Főiskola honlapja. 32. alkalommal rendeztek Ki tud többet Egerről címmel városismereti versenyt. Folytatódott a Nagyvilág kis csodái címmel indult természettudományokat népszerűsítő előadás sorozat. Híreink bővebben. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtóegyesület idén először hirdette meg az Év Campus honlapja pályázatot, melynek közönségszavazásán az EGRI Főiskola részesült az első helyezésért járó elismerésben. Intézményünk is részt vett az idén először meghirdetett Év Campus honlapja pályázaton. A pályázat célja az volt, hogy teret biztosítson a kampuszok online kommunikációs tevékenységének bemutatására. Saját intézményének arculatát, tartalmát, képét bemutatni az idejövő diákoknak. Lényegében ez a pályázat is azért íródott ki, hogy egy picit a versenyszellemet az intézmények között felélessze, és hát lendületet kapjanak a honlapfejlesztők ettől a versenytől. Közönségdíjasok voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy a közönségnek legjobban ezt tetszett. Mérni ezt rendkívül egyszerű, hiszen szavazással történt, ugye, tehát a kiállított honlapok közül a közönség erre klikkelt legtöbbet. Az értékelésnél figyelembe vették a honlap felépítettségét, a betöltés gyorsaságát, az információ mennyiségét és minőségét, a navigáció könnyedségét és az interaktivitást. A pályaművekkel három kategóriában lehetett nevezni. Intézményi portál, kampuszportál, oktatás és ifjúság tematikus oldal. A Ki tud többet Egerről városismereti vetélkedőn idén 10 csapat mérte össze tudását. Több mint 30 éve rendezik meg a városismereti vetélkedőt. A rendezvény célja, hogy a középiskolás diákok minél nagyobb tudásra tegyenek szert arról a városról, ahol élnek vagy tanulnak. A Dobó István Gimnázium és az EGRI Polgármesteri Hivatal közötti együttműködés révén idén is a Városháza díszterme adott otthont a középiskolás csapatoknak. Csontosné Mészáros Katalin, a Dobó Gimnázium igazgatója nyitotta meg a versenyt. Az iskolai forduló után a legjobb csapat képviselhette intézményét. Minden évben megadott témakör alapján kell felkészülni a tanulóknak a döntőre. Az idei tematikában az EGRI hóstyák, az EGRI csillagok és a régi épületek téma szerepelt. A diákok előnyére vált a helyi népszokások és megyeszékhely műemlékeinek ismerete. Az első fordulóban 8-9 körben kellett válaszolni a villámkérdésekre. Ezt követte a leglátványosabb feladat, melyben a csapatok személyesen mutatták be az EGRI hóstyák népviseleteit. Volt olyan csapat, aki segítségül hívta a helybéli időseket a feladat bemutatásához. Majd ezután az EGRI Dobó Katica népdalkör színesítette a hangulatot. Végezetül a csapatok egy-egy tagja szerepjátékban vett részt, ahol Dobó Istvánnak beöltözve kellett korhű szöveget előadni. A zsűri hosszas tanakodása után megszületett a végeredmény. A Neumann János Gimnázium csapata vehette át a nyertes oklevelet. Kikelet elnevezéssel irodalmi előadássorozatot szervezett az EGRI Kulturális és Művészeti Központ. A rendezvény harmadik és egyben záró előadását dr. Szentesi Zsolt irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Főiskola irodalomtudományi tanszékének vezetője tartotta. A költői nyelv és tematika megújítása Tandori Dezső egy talált tárgy megtisztítása című kötetében elnevezésű előadásra elsősorban középiskolásokat vártak. A Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban Kikelet elnevezéssel irodalmi előadássorozatot szerveztek. A programsorozat témáit az emelt szintű érettségi tételek közül válogatták, így elsősorban a középiskolások felkészülését próbálták megkönnyíteni. Hát mindig az emelt szintű magyar érettségi tételsornak az aktuális témáiból választunk, és van egy személyes választásom, mind a témákra, mind az előadókra, és vannak tanárok, akikkel konzultálok gimnáziumokban.
A rendezvény sorozatot dr. Szentesi Zsolt irodalomtörténész zárta. Előadásának címe a Költői nyelv és tematika megújítása Tandori Dezső egy találtárgy megtisztítása című kötetében. Az érdeklődők először a 20. század líra történetéről kaptak áttekintést, egészen Tandori 1973-as megjelenésű kötetéig. Ezután megismerkedhettek a Kossuth-díjas költő-író műfordító munkásságának poétikai és világképi sajátosságaival. Konkrét verseken keresztül is szerettem volna felmutatni, hogy milyen jelentős kompozíciók születnek így is, hogy a hagyományos lírai nyelvtől alapvetően tél el, nyelvhasználatban, metaforikusságban, a lírai pozíciójában a Tandori féle költészet a tradicionális lírától. Az előadást követően további művek elemző bemutatására került sor kötetlen beszélgetéssel egybekötve. A Főiskola Természettudományi Kara látványos kísérletekkel igyekszik népszerűsíteni a sokak által nehezen elsajátíthatónak tartott kémiai és fizikai ismereteket. A nagyvilág kis csodái két hetenként váltakozó fizikai és kémiai kísérletek előadássorozatának legújabb részét láthatták a kurzus hallgatói és az érdeklődők. 2009. március 16-án dr. Murányi Zoltán, a kémiai tanszék tanára tartott kísérleti bemutatót az Eszterházy Károly Főiskola D-épületében. A diákok láthattak példákat a szilárdanyagok oldására, a gázok oldódására, a folyadékok elegyedésére és a fizikai és kémiai oldásokra. Az oldási folyamatok közelebbi megvizsgálása után sikerült bebizonyítani az oldás alaptörvényeit. A következő kémiai előadásra március 30-án kerül sor. Egy újabb ezüst vegyület volt. A Neptun új felülete már arról is tájékoztatást nyújt, hogy az előző fél évben, illetve a vizsgaidőszakban keletkeztek a hallgatói pénzügyi tartozások. Ezen a héten írta ki a Tanulmányi és Információs Központ azokat a fizetési kötelezettségeket, amelyeket a hallgatóknak a tárgyfelvétel, illetve a vizsgáról való távolmaradás miatt kell befizetniük. A büntetéseket és a befizetés határidejét mindenki megtalálja a Neptunban, a pénzügyek fül befizetés menüpontja alatt. A 2007-ben vagy 2008-ban tanulmányait megkezdő hallgató, ha ugyanazt a tanegységet harmadjára, vagy már több egyére vette föl, akkor 3000 forintos igazgatási díjat kell ezért fizetni ebben a fél évben. A hallgatók az előző fél évben összesen 5 millió forintos tartozást halmoztak fel elővigyázatlanságukkal. Amennyiben valaki bejelentkezik a kollokviumra, majd nem jelenik meg a vizsgaidőponton, fizetési kötelezettsége keletkezik. Mindezt el lehet kerülni, ha a vizsga előtt a Neptunban lejelentkezünk a kérdéses időpontról. Akik bejelentkeztek a téli vizsgaidőszakban egy adott vizsgára, de nem jelentek meg a vizsgán, és nem is igazolták orvosi papírral a távolmaradásukat. Kollokvium esetében 2000 forint, az igazgatási díj összege, szigorlat esetén ez 3000 forint. Nem csupán az összeg, de a befizetési határidő is nagyon fontos, hiszen a hallgató túllépi ezt a határidőt, a befizetés összege növekszik. Miként fonódhat össze egy hangverseny egy képzőművészeti tálat megnyitásával? A kérdésre a választ a tavaszi fesztivál keretein belül a Gárdonyi Géza Színházban megrendezett program adta meg. A zenében megfestett képeket a művészek újraalkották vizuális formában, amihez a mű nyilvános előadása kínál egy különleges tárlatot. Az Egri Szimfonikus Zenekar Kátai László, Villalobosz és Muszorszki remek műveit szólaltatták meg. Kátai László tanár úr már több alkalommal ajándékozta meg az egrieket műveivel. Ez 1956 emlékére íródott, végigélve mindazt, amit akkor tapasztaltam, most leírtam, mindezt arról szól az egész, hogy miért történt ez így, és miért nem amúgy. A rendezők célja a képzőművészet bevonása ebbe a zenei utazásba. A 10 nagyméretű festmény címében is követi a Muszorszki darab tételeit. A művészek pedig saját szemléletüknek, személyiségüknek és ízlésüknek megfelelően alkották meg egy mai kiállítás képeit. Valami olyasmit szeretnék elérni a színek nyelvén, olyan abszolút tiszta dolgot, amit a zene és a hangok terén produkál. Az első előadás egy igazi ősbemutató, azonban a mű zenekari változata még nem hangzott Egerben, tehát egy újabb bemutató tanúi lehettünk. A rendezvény sugallata, hogy úgy tűnik, csak a tárgyak kopnak, ami megfoghatatlan, mint a zene, az nem. A tavaszi fesztivál nyitó koncertjét a Händel év tiszteletére rendezték meg. A hangversenynek a Líceum kápolnája adott otthont. A tavaszi fesztivál koncertek keretein belül 2009. március 18-án szerdő este 7 órától az Oratórium Martium Birkenáriumban
George Frederick Handel emlékkoncert volt. A német zeneszerző halálának 250. évfordulójára a koncert két előadó művésze Gabos Judit és Udvarhelyi Boglárka, az Eszterházy Károly Főiskola énekzene szakos tanárai. Handel, Haydn, Schumann, Brahms műveket hallhatott a közönség. A koncertsorozat következő állomása egy hét múlva március 25-én Barokkvarázs címmel az Eszterházy Károly Főiskola kápolnájában lesz látható. Az EGRI Cukorbetegek Egyesülete 9. alkalommal rendezte meg nőnapi ünnepségét a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Az egyesület célja a cukorbetegek oktatása, képzése, a diabétesz korai kiszűrése. A betegséggel kapcsolatos fontos tudnivalók megosztása mellett jelentős szerepet játszik a jókedv és a derű, ami hozzájárul a cukorbeteg állapotának javulásához. Az ünnepséget Jakabné Jakab Katalin, az egyesület elnöke nyitotta meg. Ilyen alkalmakkor nőnap, karácsony, mindig egy ilyen kis ünnepséget rendezünk, mert úgy gondoljuk, hogy a jókedv és a derű is hozzájárul a cukorbeteg állapotának a javulásához. Az ország minden részén vannak partneregyesületeik, nőnapon a nyíregyházi cukorbetegeket fogadták, akiknek elnöke egy megható verssel köszöntötte a nőket. A program a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola és Gimnázium 11. osztályos drámatagozatosainak Mai Rómeók és Júliák című színházi műsorával folytatódott, majd Pócsik Attila énekes-táncos produkcióját láthatta a körülbelül 150 fős közönség. Rendeztünk egy sütemény-sütőverseny. Hát én úgy láttam, 40-50 féle sütemény készült itt el. Láttuk ott az asztalon, hogy mennyi. Ez mind diabetikus és diétás sütemény. A délután folyamán győztest is hirdettek, majd a legjobban sikerült édességek recepteit összegyűjtötték, és hírlevél formájában továbbították az egyesület tagjainak. Idén, május 15-ig lehet pályázni a Fulbright oktatási csereprogramra. Az ösztöndíjról dr. Bücher Huba számolt be az amerikai kuckóban. A Fulbright amerikai oktatási csereprogramról tartott előadást az amerikai kuckóban dr. Büchner Huba, a bizottság ügyvezető igazgatója. A Fulbright program a világ legkiterjedtebb oktatási csereprogramja, ami már 63 éve létezik. A programban több mint 150 ország vesz részt, köztük Magyarország is. A csereprogram keretein belül amerikai ösztöndíjasok érkeznek hozzánk, az ösztöndíjat elnyert főiskolai hallgatók pedig Amerikában folytathatják tanulmányaikat, illetve kutatásaikat. Az ösztöndíj megpályázására évente egyszer van lehetőségük a hallgatóknak, idén május 15-ig tart a határidő a pályázás benyújtására. A részletekről további információkat tudhatnak meg a Fulbright amerikai oktatási csereprogram honlapján. Az idei FN a már megszokott programsorozat mellett 2009-ben is számos újdonsággal készül a hallgatóknak és a város lakosainak egyaránt. Bár számtalan pletyka látott napvilágot, biztos forrásból értesültünk, hogy idén is lesz FM. Az áprilisi buli számtalan újdonsággal várja az érdeklődőket. Egy biztos, hogy idén is megrendezésre kerül az Észak-Magyarországi Régió egyik legnagyobb hallgatói rendezvénye, immár 10. alkalommal, ugye főiskolás napok néven pedig 6. alkalommal. Mi bízunk benne, hogy legalább annyian lesznek, mint az elmúlt években, és ez a kis szóbeszéd ez nem fogja hátráltatni a részvevők, illetve a rendezvény sikerességét. Nem változtatunk a tavalyi napi jegyárakon, tehát ugyanúgy a külsősöknek 1500 forint, és a főiskola, illetve bármilyen diákigazolvánnyal rendelkezőknek pedig 1000 forint lesz a napi jegy. Mellette pedig idén is lesz lehetőség kedvezményes heti bérletet váltani, ez pedig 2500 forintba fog kerülni. Ez még nem az időpont, amikor az összes fellépő nevét el fogjuk árulni, bár megvan a teljes programsorozat. Én úgy gondolom, hogy a plakátokat is lehet figyelemmel követni, a honlapot is lehet figyelemmel követni. Az elkövetkező héten a leleplezés el fog kezdődni. 2009-ben tehát az Eszterházy Károly Főiskola ismét teret ad a nagyszabású kulturális és szórakoztató rendezvénynek, a főiskolás napoknak, az FN-nek. A rendezők idén még nagyobb lélekszámra számítanak, és várnak minden kedves régi és új vendéget. Az alapszakasz utolsó előtti fordulójához érkezett a férfi kosárlabda NB1B keleti csoportja. Az LKF Hézgépszolg csapata már biztos résztvevője a felsőházi rájátszásnak. Köszöntjük a Lécon Televíziót! Az LKF Hézgépszolg férfi kosárlabda csapata azzal a tudattal utazott március 14-én Szegedre, hogy már biztos résztvevője az NB1B felsőházi rájátszásának.
Talán ennek volt betudható az, hogy az együttes motiválatlanul és pontatlanul játszott a 21. forduló mérkőzésén az STSZDEK ellen. A remekül küzdő hazaiak egyértelműen jobbnak bizonyultak, a védekezésben ezúttal gyengélkedő egriekkel szemben, és végigvezetve a mérkőzésen magabiztos 122-85 arányú győzelmet arattak. Az EKF Héz így a harmadik helyre csúszott vissza a tabellán, ezzel javíthatnak majd március 22-én az alapszakasz utolsó fordulójában idegenben a szolnoki főiskola ellen. Kedves nézőink! Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!